Én egy nagyon mélyen hívő ember vagyok, és imádkoztam a Jóistenhez, hogy adjon nekem elég erőt, hogy az én drága Terus nagyanyámat, aki nekem példaképem volt, illetve példaképem a mai napig, az ő történetét, az ő nagyszerű egyéniségét valamilyen formában le tudjam írni. És akkor csoda történt. Leültem a kis íróasztalom mellé, és elkezdtem írni. És ez valahogy folyt belőlem. Jött ki a mondatok egyik a másika után. Nem éreztem azt, hogy én most arra se gondoltam, hogy most ez stilisztikailag vagy helyes írásban, vagy hogy csak jöttek a gondolatok. Amikor a nehéz részekhez értem, az bizony egy kicsit megviselt. Akkor úgy megálltam, és elkezdtem imádkozni. És a szűzanya valahogy mindig megsegített, és egy olyan biztatást adott, hogy csináld, írd tovább. Nagyon szép asszony volt. Magas, éjfekete hajú, fekete szemű, tüzes fekete szemű, gyönyörű szép asszony volt, és amikor fésülte a hosszú haját, akkor olyan sokszor eszembe jut még a mai napig is, hogy jaj, de jó volna, ha én őrá hasonlítanék. Annyira, nem a mai szemmel nézve szép asszony, hanem az igazi nagyasszony típus volt. Minden étkezés imádsággal kezdődött. Azt, amíg nagyapám élt, ő állt föl és mondta az imát, aztán nagyanyám. És ünnepnapokon befogtak a sárga hintóba, és mentünk a templomba mindannyian, és csak azután volt az ebéd és a vigasság. Nagyon kellemes, szép élet volt, hisz ezért is hagyott ott apám bennünket a nagyanyámnál, mikor ő neki mennie kellett 44 decemberében, nem is októberben. Ő a Sopron Őrnaszádnak volt a műszaki parancsnoka a Magyar Királyi Folyami Erőknél. És abszolút nyugalommal hagyott ott bennünket, édesanyámmal, mert azt hitte, hogy hát itt mi történhet. Ez egy tanya. Legfőbb Dunaföldvárra bejönnek a hadsereg, átmennek, és ennyi. Hát sajnos nem így történt. Solton már harcok folytak, és édesapámékat behajózták, akkor azt mondta apám, hogy a nagyanyámékhoz kell kimennünk, mert ott biztonságban leszünk. Ott van az anyámnak az öccse, aki Kalocsán volt, prepa, hazaküldték már onnan, és férfi is van, a cselédség is ott van a háznál, ott jó helyünk lesz. Hát a háború tragédiája azon az úton ért engem, amikor kivitt a nagybátyámat anyára. Egy októberi délután értem jött a sárga intóval, a két gidránnal, nagyon szerette nagyanyám a két lovat, beküldte értem. Anyám még nem akart jönni, és mi besoroltunk a menekülők és a katonák közé, akik már az országúton mentek. Nem hosszan kellett mennünk azon az úton velük, mert egy elágazás volt, ahová aztán, ami a tanya felé vezetett. De alig, hogy kiértünk az országútra, egy szovjet rata alacsony repülésbe elkezdte géppuskázni. A nagybátyám elrántott engem, és az árokba lökött, és ő mellém feküdt.
Ez a repülőgép szépen elsuhant, végig géppuskázott. Mire mi onnan kimásztunk az árokból, hát az egyik lónak egy kis sérülése lett, de tulajdonképpen nekünk bajunk nem történt, de ott mellettünk bizony halottak, döglött lovak. Úgyhogy onnan nagyon nehezen keveredtünk, aztán tovább, míg elértük a bekötő utat, addigra már este volt, sötét. Nagybátyám meggyújtotta a viharlámpát, bár nem volt szabad akkor világítani, de valahogy mindkettőnket, az ő akkor volt 17-18. Évében már a Miska, és egy kis biztonságot adott ez a fény. Nagyanyám nagy örömmel, boldogsággal várt bennünket, hogy jaj, de jó, hogy megjöttetek, aggódtam, értetek, és mindig az ölelésébe éreztem a melegséget. Ő nem mondta el nekem százszor, hogy szeretlek. Nem. De annyira érződött a mozdulataiban, az ölelésében az a mérhetetlen szeretet. Átölelt bennünket, és azt mondta, de jó, hogy itthon vagytok. És akkor este az imánál, mert mindig együtt imádkozott a család, hálát adott Istenének, hogy a fia és a kisunokája épségbe megérkeztek. Aztán egész szép napok következtek azután ott a tanyán, minden folyt a régi kerékvágásban, sőt, anyám is megérkezett, sőt, apámat hazengedték, akkor már gönyűbe volt a hajóval, de motorkerékpárral Székesfehérváron keresztül hazajött, és mondta, hogy találkozott az anyám öccsével, aki Fehérváron katona, és kéri, hogy küldjenek neki kosztot. Nagyanyám fölmálházta a kisebbik fiát, és el is küldte csomagokkal, biciklivel, ő Levente oktató volt, egyenruhába, mert szerette az egyenruhát nagyon, egyenruhába, pisztollyal elindult a Bandi bátyámhoz, hogy élelmet vigyen neki. De akkor az utolsó éjszaka, amikor édesapám otthon volt, akkor éjszaka hallottam, hogy beszélgetnek anyám meg apám. Ez az én fiatal lelkemnek nagyon nehéz volt hallgatni, mert én otthon soha nem hallottam arról, hogy micsoda disznóságok vannak a bevonuló szovjet csapatok után. Engem valahogy megvédtek, megóvtak ettől. Én nem hallottam róla. És akkor anyám azt mondja apámnak, hogy ha engem bántanának az oroszok, én nagyon lövöm az oroszt is, meg magamat is. És ez valahogy olyan nehezen jutott el a tudatomig, hogy most mi az, hogy bántanának, mi az, hogy mi történhet itt. És reggel, mikor mindenki elment reggelizni, anyámnak volt egy olyan kis női pisztolya, egy olyan kis gyöngyház berakásos kis semmiség, azt hiszem nem is lehetett volna még egy galambot se lelőni vele, de megfogtam, tudtam, hogy hol van a táskájába, és volt egy ilyen kis rövid bőrkabátom, annak a zsebébe betuktam. El is feledkeztem róla szinte. Azóta volt, megreggeliztünk, apám elment, elbúcsúzott tőlünk, mert apámnak eszébe nem jutott volna, hogy ő a honvédesküjét megszegje, és hogy ő otthon maradjon, mert otthon maradhatott volna, akkor már Fehérvár körül voltak a harcok. Visszament, és úgy engedtük el, érdekes módon, mert akkor még mindig annyira nem éreztük a háborút, hogy majd jön, majd visszajön. És eltelt pár nap csak, azt hiszem, leesett a hó, nagyon szép volt a vidék, a fák tele hóval,
És egyszer csak halljuk ám, hogy géppuska ropogás. És már mondták, hogy Dunaföldváron benne is vannak a ruszkik. És akkor nagyanyám leterelt mindenkit a pincébe, a boros pincébe, mert hát más pince nem volt ott, nem volt óvóhely, vagy ilyesmi. Boros pincébe lementünk. És nem telt bele tám fél óra se. Őrületes zörömbölés, a pinceajtót rugtossák, nagy, vasalt, nehéz pinceajtó volt. És berúgta egy csizmás vadállat, mert nem tudok mást mondani. Akkor én még nem láttam ilyen kirgiz pofájú, borzalmas, nem is tudom embernek mondani. Berúgta az ajtót, és üvöltözött, de nem értettünk belőle semmit. És ki ebrudalt bennünket onnan, ki tessékelt onnan bennünket. Mindenkit végigmotozott, ugye a cselédségből két férfi, hát az egyik férfi volt, a másik egy fiatal gyerek, aki a kanász gyerek volt, és egy aki a lovakkal foglalkozott. Én voltam szintén nadrágban, rövid hajjal, kis bőrkabátban, mert nagyanyám már tudhatott valamit, hogy engem így öltöztetett föl. Anyám és nagyanyám, meg egy lány, aki a konyhán segített. De ő is nagyon fiatal volt. És anyámat rögtön félreállították, mindenkit végigmotoztak. Nem, először nekem letépte a kabátomról, volt abban az időben ilyen zseblámpa, amit így föl lehetett gombra akasztani. Egy olyan zseblámpa itt volt nekem a kabátomon, mert büszke is voltam rá, hogy van egy zseblámpám. Hát azt abban a pillanatban letépte, és ahogy letépte, már keverte le a pofont nekem, de hogy miért. És végigmotozott, és akkor megtalálta a pisztolyt. Na hát ez mint az őrült, üvöltött tovább. Hát nem csak egyedül volt, többen voltak ott katonák. Egyiknek a kezébe nyomott rögtön engem, és küldött ki az utcára. Az utcán már állt egy katona két magyar fiatalemberrel, egy idősebbel és egy fiatalabb emberrel, akire vigyázott ott a géppuskával. És engem is oda lögdösött, és a nagyanyám zokogott, sírt, sikoltozott, hogy ne vigyék el, hát gyerek, hát nem látják, hát ne. Persze ő mondta magyarul, mondták a ruszkik, pedig mondták, hogy csak vigyenek. Aztán majdnem a községházáig utánunk is szaladt, és fölvittek bennünket a községházára, ahol is szintén mindenkit ismertünk, de senki nem volt ott a régi emberek közül. Mind ruszkik voltak már. Ott állt már egy idősebb férfi, meg egy középkorú férfi, a falnak támasztva így álltak ott, és odaállítottak bennünket is, ezt a fiatal embert, akit velem vittek, meg engem. És nem tudom, meddig állhattunk ott, már az én karom le akart szakadni, mindig leesett a karom, akkor hátulról fenékbe rúgott, újra föl kellett raknom a karomat. És egyszer csak látom ám, hogy egy nagyon elegáns csinos, de tényleg egy nagyon szép szőkenő, gyönyörűen koszorúba fonva a hajak, szép, tiszta, egyenruhába jön ki a községházáról, és úgy meg is örültem, mondom, ja Istenem, de jó, hogy jön ez a hölgy, engem egész biztos, hogy haza fog küldeni, hát miért ne küldene haza? Látja, hogy gyerek vagyok. És oda jött, úgy körbeforgatott, megnézett, mosolygott rám,
és akkor lenyomott a hóba, hogy üljek le. Nem tudtam miért. És elkezdi cibálni a lábamról a kis csizmácskámat, amit nagyanyám akkor ősszel csináltatott nekem. Lehúzta a csizmámat, jó kis flanel kapca volt benne, meg egy jégszokni. Franel kapcát is elvitte, meg a csizmát is. És én ott álltam jégzokniba. Hát ez egy akkora csalódás volt számomra, mert azt hittem, hogy nő létére, tán ő észreveszi, hogy itt egy gyerek van. És ezt a gyereket meg kéne menteni. Elment a csizmával, nem tudom, megint az időt nem tudom, hogy mikor mennyi idő telt el. Egy idő múlva jött egy idősebb férfi, egy egyenruhás férfi, aki megfogta a kis üstökömet, és a kapun kilökött, és nem szólt semmit. Szaladva. Hát úgy fájtak a lábaim, megfázott, meg majd megfagyott, ugye, hát az okniba átnedvesedett, megfagyott az okni a lábam is. Volt az nagy távolság, talán egy másfél kilométer a nagyanyámnak a tanyája a községházától. És hazaértem. És érdekes módon, engem vallásosan neveltek, de eszembe nem jutott, amíg ott álltam a falnál, hogy én Istenhez fohászkodjak. Nem. De akkor, amikor szaladtam, mondtam, hogy Istenem, 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 ez talán százszor. Hazaértem, csak Terus nagymama volt otthon. Senki nem volt körülött. De föl se tűnt nekem, mert annyira fájt a lábam, és annyira fázott a lábam, hogy nem is éreztem. És szegényként tette föl a sparheltre a vizet, forró víz, hideg víz, forró víz, hideg víz, rakogatta a lábamat, masszírozta. És akkor, mikor már egy kicsit úgy kezdtem észhez térni, mondom, anyám, hát senki nincs, nagymama, Terus mama, egyedül vagy. És alig, hogy ezt kimondom, a konyha ajtón bejön egy roncs. Az én gyönyörű szép anyám. A ruhája megszaggatva, kócosan, véresen, szinte félmeztelenen. Úgy esett be az ajtón. Nagyanyám fölfogta. Én pedig ott a lavornál, hol egyik lavorba, hol a másikba, lábaimat rakogatva. Egyszerűen gyerekfejjel nem is tudtam fölfogni. Most mi történt? Mi történt itt? És nagyanyám bevitte a másik szobába anyámat. Elég hosszú ideig voltak bent. Mikor kijött, akkor se szólt, csak megint megmelegítette a vizet, és a lábamat kezelte. Mikor már beesteledett, benézett anyámhoz, mert mint kisültőt lefektette, és
nekem odahozott egy nagy férfi cipőt, meg zoknit, kapcát. A gyereki kislányom az istállóban. Az állatok ma még nem kaptak enni. Ilyen asszony volt ő, hogy ott volt a meggyalázott, alázott lánya, ott volt a beteg unokája a lábával, de gazda asszony volt. Az állatok nem kaptak enni. Fölhúztam a cipőt, én mindig nagyon szívesen mentem az istállóba. Nagyon szerettem az állatokat. Túl sok dolgunk nem volt, mert az öreg Marcsa maradt meg, az öreg szürke ló, amin mi gyerekek lovagolni szoktunk, meg egy kis csikó. De a kis csikó még nagyon kicsi volt. Meg két tehén maradt még. Hát a nagyanyám adott a lovaknak, én a teheneknek. Aztán még egy pár disznó volt. Azoknak adtunk moslékot. És egyszer megint halljuk, hogy motorkerékpár jön be az udvarra. Óriási nagy udvara volt nagyanyámnak. Én mertem a kútról a vizet a vájúba, hogy az ide állatokat meg kell itatni. Nagyanyám vezette ki az állatokat. Én meg hallom, hogy motorkerékpár mit akarnak, és oda megyünk, és kézzel-lábbal magyarázzák, hogy elromlott a motorkerékpár. Tisztulat vinni kell valahova, az is egy ilyen oldalkocsis motorkerékpár volt. Megmagyarázták, hogy adjunk valahogy lámpát, hogy ők dolgozni tudjanak, meg éhesek is, enni akarnak. Ez mind ilyen mutogatással sikerült nekik megértetni magukat. És megitattuk az állatokat. Nagyanyám odaadta a petróleum lámpát, amivel, illetve a viharlámpát, ami az istállóban volt velünk, és a petróleum lámpával bementünk a konyhába, és rántottát csinált tisztúrnak, bort tett mellé, és megvacsoráztatta. Arra viszont fölfigyeltem, hogy a vendéglátás oda tett egy tiszta konyharuhát. Arra tette rá a rántottát, a kenyeret, a pohárbort, a konyhaasztalra. Mert tulajdonképpen vendég jött. Megtisztelem ezzel. Ez olyan tisztán előttem van a kockás konyharuha. Megette, megitta a borát, meleg volt a konyhába, a kemence is be volt fűtve, ahol anyám feküdt. És a rejtélyek rejtélye most következik, mert ezt a mai napig nem tudom feldolgozni, és annyiszor törtem a fejem ezen, hogy vajon hasonló esetben én hogy viselkedtem volna. A következő történt. Ez a jó ember rám nézett. Forgatott egy kicsit, ugye a kis bőrkabát már le volt rólam vetve, levetettem már a bőrkabátomat. És ott én is segítkeztem a nagyanyámnak. És úgy elkezdett tapogatni engem ez az ember. Nagyanyám félszemmel figyelt, és kirántott a kezéből. És ő vissza akart húzni, a katona. És ez az, amit
majd talán oda át elmagyaráz nekem, hogy hogy volt annyi lelki ereje. Kinyitotta a szoba ajtót, és beengedte a katonát. Engem pedig magához ölelt. Akkor is éreztem a szeretetét, az óvó, védő szeretetét. De nekem is két lányom van. Vajon hasonló esetben én ezt tettem volna? Ez annyiszor eszembe jut. Nem beszéltünk erről a dologról soha többet. Katona bevitte a lámpát, bevent. Nagyanyám rám borult, és én hallottam, hogy makog valahogy, imádkozik. És mondom, éreztem az óvó, védő, meleg szeretetét, hogy engem akar védeni, engem a gyereket. Egy idő múlva készen lett a motorkerékpár, jelentették a katonák, és elment. Utána nagyanyám velem nem törődött, nem érdekelte a lábam, semmi, fogta a lavort, ilyen fertőtlenítős, akkor ez a lizoform volt. Bement anyámhoz, és nagyon hosszú ideig ott bemaradt. Akkor már tudta, hogy neki van segítsége rá, szüksége rá, neki van segítségre szüksége, nem nekem. Engem hagyott kint a konyhába. Mikor kijött, én azt hittem, hogy anyám már nem él. Volt egy olyan érzésem, hogy anyám meghalt. Nem mertem megkérdezni. Éjszaka volt már, bezárta az ajtót, hallottuk, hogy a kutyák ugatnak. Kemence hűlni kezdett a sparheltbe is, a tűzre már nem rakott, azt hiszem már neki is elég fáradtságos volt az egész nap, már arra nem gondolt. És ültünk ott, illetve úgy ledőlve talán egy kicsit elszundítottunk, de arra lettem figyelmes, hogy valami zörgés. És a rózsafüzér az mindig a zsebébe volt. És hallottam, hogy pergeti a rózsafüzért. Mondtam, terus nagymama, ébren vagyok. Mondjuk együtt. És mit mondott az én terus nagyanyám? Hálát adott az Istennek, hogy hazakerültem, hogy hárman együtt vagyunk, hogy épp a ház, hogy be tudott fűteni, hogy volt mit enni, mert közben megfejte a tehenet, friss tej volt. És egy szóval nem jött ki a száján, hogy mi történt a lányával, hogy egy csomó dolgot elvittek, hogy a lovakat elhajtották, az állatokat elvitték. Egy zokszó nem jött ki a száján, csak a hálaadás. Ezt a mai napig nem tudom, hogy tudta ezt megcsinálni. És mindig ilyen volt. Mindig csak hálát adott. Mikor másnap fölébredtünk, mikor még több állatot elhajtottak, délelőtt az egyik kis béres gyerek szaladt, hogy menjünk, mert a fiatal úr fölrobbant a kukoricásba, anyámnak az öccse.
elment az unokatestvérével, Székesfehérvárra vitte az ennivalót a bátyjának, és akkor kukoricáson jöttek keresztül, mert ő egyenruhában volt, és az le volt aknázva tányéraknával, és a Misi bátyám rálépett a tányéraknára, a Janika távolabb volt tőle. Misi bátyámnak a lábát érte, a Janikát pedig hát a lágyabb részeket, ő el is vérzett, meghalt. És a szomszédok segítségével egy tróggal ki, trógnak hívták azt az alkotmányt, amin a trágyát hordják ki, kikúszott a kukoricásból, és azzal behozták. És abban a szobában, ahol a kemence volt, oda húztuk a sezlont, és arra rátették. És akkor elszaladt a lány, aki ott dolgozott a nagyanyámnál megkeresni az öreg zsidó orvost, akit ott bújtattak a szomszédok, hogy megmaradjon nekünk. És az Isten különös kegyelme, az öreg urat megtalálták, jött, és de addigra mi már nagyanyámmal ilyen lepedőből tépett tépésekkel elszorítottuk a két combját Misi bátyámnak, hogy ne vérezzen annyira. És jött az orvos, és a jobb lábát csak egy inszallag tartotta. És fogta az orvos a nagykést, a konyhai nagykést, elvágta az inszallagot, és így a lábát a kezembe adta. Bakancsostól, zoknistól, nadrágostól együtt a nagybátyám kezével így álltam ott. És akkor a nagyanyám szól a lánynak, hogy vedd már el a gyerektől, és dobd a kemencébe. Tehát mindenre tudod gondolni. Nagybátyámat aztán ő vitte be az öreg szürkével Dunaföldvárra, és a mai napig él. Műlábbal. Nem lett tanító, mint aminek szánták. Jogász ember lett belőle. És 80 fölött, de a mai napig él. Hát ez egy nehéz időszak volt. Nagyon-nagyon nehéz. Karácsony este. Négy ház volt együtt, a nagyanyám négy testvéréjé, és az ötödik volt a tanító háza, illetve a Klebersberg Kuno által épített iskola, ahol a tanítói lak, és az iskola a terem is ott volt. Hogy talán a tanítót jobban becsülik az oroszok is, és oda vitt bennünket nagyanyám. Jött a karácsony, Jóska bácsi behozott egy kis fenyőt az udvarról. Földíszítettük ilyen kis szalagokkal, az a színes kis szalagok, amik az iskolába is játszottunk vele, ragasztottuk így össze, nagyon szép kis szalagocskákat csináltuk. Almát, diót raktunk a fára. Jóska bácsi csinált egy betlehemi csillagot. Hoztunk be szalmát, és a kis kaucsukbabát ráfektettük a szalmára. Olyan szép volt az a karácsony. Nagyanyám átjött, hozott valami, azt hiszem sült tököt, és hozott kalácsot, üres kalácsot. Hát, fantasztikus lakoma volt. Meggyújtottuk az egy szál gyertyát, és még anyám is mosolygott. Imádkoztunk, énekeltünk, halkan a mennyből az angyal. Nagyon jól éreztük magunkat. Egyszer csak dörömbölés. Mi fölrohantunk a padlásra, és nagyanyám meg a Jóska bácsi kinyitották az ajtót, négy katona jött be.
azok már nem ilyen kirgizek voltak, hanem inkább kozákok, lovakkal jártak. Kettő leült a karácsonyfa elé, mesélte a nagyanyám, és egész átszellemült arccal nézték a karácsonyfát. Kettő végigjárta a lakást, föl a padlásra. Na, amikor hallottuk a lépteket, hogy jönnek, akkor be a pozdorjába, de az viszont olyan poros, meg minden volt, hogy én már azt hittem, megfulladok. Alig bírtam ki a köhögést. És egyszer csak érzem, hogy a combomon egy olyan fémes valami megy. Illetve nem a combomon, hanem a combom mellett. Aztán lementek. Elmentek. Mire mi lemegyünk, akkor látom, hogy a nadrágomat átszúrta valami, és a nagyanyám mondja, hogy a bajonettel beleszúrtak a pozdorja kazalba. És akkor a nagyanyám akkor is mosolyogva azt mondja, látjátok, most a kicsi Jézus vezette a bajonettnek az útját, hogy merre menjen, mert nem szúrt át téged. És a kis Jézus vigyázott arra, hogy a gyertya lángja nehogy a pozdorjára essen, mert akkor ott égünk mindannyian. Szóval ez a lelkület, hogy mindebben a jót látta meg. És akkor később tudtuk aztán meg, hogy imádkozva mi ott mindenkiért, ugye apámért, aki elmesélte, hogy a hajón volt nagyon szép karácsonyuk, mert ők Passauba jutottak, és ott még az oldal fegyverüket is meghagyták, és csomagokat vittek be nekik az amerikaiak, meg az osztrákok, szép karácsonyuk volt. De mondja, hogy a katona arcokon azért a könyv gurult a szemükből. A nagybátyám, aki a Dunaföldvári ideiglenes kórházban volt, ő mondja, hogy a barátoktól bementek a szerzetesek. Az ottani lakosság vitte nekik a finom falatokat, végül is nagyon szép karácsonyuk lett. A másik nagybátyám pedig éppen úton volt Szibéria fele egy vagomba, és mesélte, hogy akkor hazajött, hogy énekeltek. Hangosan énekeltek. Már szinte kiszáradt a torkuk, de énekeltek karácsony éjszaka. Karácsonyi énekeket. És a Jóisten akkor is megsegítette őket, mert behullott a friss hó, mert nem volt se víz, se ennivaló, semmi, de a friss hóval tudták a száraz szájukat megnedvesíteni. Kezdett tavaszodni, egyszer csak egy katonaruhába öltözött fiatalember jelent meg a nagyanyámnál, és mondja, hogy ő Bácskába indul, mert ott élnek a szülei. De nagyanyám mondja, így, édesfiam, katonaruhába, hát hogy képzeled ezt, fiam? Hát adok én neked civil ruhát. Hát így nem jutsz el sokáig. Vagy be, elvisznek fogóirak, oda csapnak a többihez. Adott neki civil ruhát, levetkőztette, megfürdette, civil ruhába öltöztette, és ott mondta, hogy maradj itt egy pár napig, hogy felerősödj, mert Bácska azért messze van innen. Már az március volt, elmentünk a templomba. Anyámat úgy maszkírozta, olyan öreg asszonynak, berliner kendőt kötött rá. Elmentünk, mert azt se tudtuk sokszor, hogy most vasárnap van, milyen nap van vasárnap, 10 órára mondja, ott kell lennünk a templomban. Előtte való nap ő tésztát gyúrt, mondom, nagymama, mi lesz? Azt mondja, hát metéltészta.
mert a tökmagból húslevest főzök, és holnap vasárnap, és metértésztával fogjuk megenni a húslevest, holnap elmegyünk templomba. És 10 órára gyalog lementünk a templomba. Akkor még volt plébános, volt káplán. Ők elmentek gyónni, anyám is, nagyanyám is, áldozni is mentek, és én álltam a kórus alatt, és olyan üres voltam belül. Imádkozni se tudtam, még keresztet vetni se. Én csak álltam. Álltam, mint aki nem is ide tartozik, miért van itt. Kijöttünk egy szemrehányó szó a nagyanyámtól, hogy miért nem jöttél gyónni, vagy áldozni, vagy miért nem énekeltél, vagy miért nem imádkoztál. Nem hagyta el a száját. Miért nem csináltad? Ő tudta, érezte, hogy ez a gyerek most nem tud. Teljes üresség volt benne. Elindultunk haza. Nekik volt egy olyan incidens, hogy megállt mellettünk egy motorkerékpár, de ők csak valamit kérdezni akartak, hogy mi merre van. Mi nem értettük, ők nem értették, hogy mi mit felelünk, úgyhogy elmentek. És az a vasárnap, az olyan volt, hogy valahonnan előszedett abroszt, megterített. Úgy, ahogy az, nem úgy, de hát hasonlóan, ahogy azelőtt vasárnap szoktuk. A tökmagból megvolt a húsleves, a metértésztával. Valami még volt utána, de már nem emlékszem, hogy mi. Te olyan ünnepélyesé akarta tenni a vasárnapot. Hogy ez most ünnep, szentmisén voltunk. Az Úr Jézust magunkhoz vettük. Hát most ünnep van. És egyik nap mondja, gyere kislányom, már úgy kezd zöldelni kint minden, nézzünk egy kicsit körül a határba. El is indultunk, és anyám addig átment a szomszédba, ez a Pista gyerek pedig ott valamit szerelgetett, csinálgatott, kalapált, és hazafelé jövet, minden gyönyörűen zöldelt, nekem a legszebb volt a fűzfa, azzal a gyönyörű szép barkáival, olyan szép üdezöld barkákkal integetett felénk a fűzfa. Szerettük azt a fűzfát ott kint a kisérnél. Jövünk hazafelé, és azt mondja kislányom, nem sokára itt a március 15-e. Én megbeszélem a tanító úrral, meg a plébános úrral, te el fogod szavalni a nemzeti dalt. Tudod mit? Hazáig mondjuk el. Hát én végig nem tudtam. Ő viszont mondta gyönyörűen a nemzeti dalt. Hazaértünk, és azt mondja, most megnézem, hogy megvan-e a zászló a padláson. Már lassan sötétedett, de ő azért csak fölmászott a padlásra. Megtalálta a zászlót, mintha valami óriási értéket hozott volna. Valami olyan tisztelet volt a tekintetébe, ahogy azt a zászlót lehozta. Hogy nem szavakkal, de azzal az örömmel, az ahogy fogta, ahogy hozta. Kislányom, ezt már 14-én kitűzzük, ezt a zászlót. Kis varródobozát is megkereste, talált egy-két kis szalagocskát, csinált kokárdát. És azt mondja, elmondod.
a nemzeti dalt. El nagyanyám, megtanulom addig. Ez március eleje volt. És az a fiú is indult volna már haza, és azt mondja, nagyanyám, jó, rendben van, de akkor együtt megyünk Dunaföldvárig, és onnan te mész szépen a Duna partján végig, úttalan utakon, én pedig meglátogatom a fiamat. Sógor bácsi átjött, hogyha ők korán indulnak el, akkor mi ne legyünk egyedül, ő is átjön ide hozzánk, addig velünk lesz. Kis csomagocskák el voltak készítve, lefeküdtünk, nem tudtuk hány óra, de mindig ruhástól feküdtünk. Akkor a legnagyobb vágyam az volt, hogy egyszer hálóingbe, egyedül egy ágyba, lefürödve aludni tudjak. Ez egy akkora nagy kívánság volt akkor. Hát csak a cipőnket vetettük le, és ruhástól lefeküdtünk, nem tudjuk hány óra lehetett, mert még az álló órákat is elvitték. Sötét volt már, és dörömbölnek. Két ruszki bejön gépfegyverrel, és mutogatnak, hogy partizán, partizán, padlás fele. Hát mondtuk, hát ilyen itt nincs. De partizán és a nagybátyámat lökötték, hogy jöjjön föl velük a padlásra. A padlás az kívülről volt megközelíthető, nem úgy, mint a tanítójéknál. És nagybátyám mondja, hogy fölhúzom a csizmám. És nyúlt a csizmája felé, hogy húzza föl a csizmát. Ruszki nem várt egy sorozatot bele. Mi megdermedve, hát ez a katona gyerek még a pricsen feküdt, föl annyi ideje volt, hogy fölkönyökölt, ő bele egy sorozatot. Nagyanyám ugrott föl, hogy felénk jöjjön, ő bele egyet. Én anyámmal feküdtem egy ágyban, kirántott, és ilyen ekkora asztal lehetett, mint ez a nagy asztal, de ilyen nagyon vastag asztal volt, és az asztal mögé rántott. És akkor felénk egy sorozat. És abban a pillanatban, hogy milyen az Úristen, másodperc töredéke. Anyám megrántott, és leestünk az asztal alá. Azt hitték, hogy bennünket is agyonlőttek. És elindultak kifele. Az én beteg drága anyám, most segítséget kell hoznunk. A szomszédban van a tanítóiknál az orvos, a katonaorvos, az orosz orvos. Menjünk. Amikor baj volt, olyan ereje volt. Mert a katona fiú még hörgött, őt torkon érte valahol a lövés, és ő hörgött. Anyám, a nagybátyám, ők rögtön meghaltak, de hát mi rögtön kiugrottunk az ablakon, és rohantunk a tanítójék fele. Igen, de az utcán összetalálkoztunk két ruszkival. Azt hittük, hogy azok. Anyám összerogyott. Nem messze voltak a tanítójék, én bezörögtem. Jóska bácsi jött ki, anyámat bevitte. A tanító felesége, Lizi néni, anyámmal törődött, én meg elmondtam, makogva, hebegve, hogy mi történt. Jóska bácsi szólt a katonának, hogy az orvosnak, hogy menjünk át. Mire átmentünk, mindegyik halott volt. Csomagok már nem voltak ott. Tehát visszajöttek.
Úgyhogy anyámnak, mikor ez az gondolata támad, hogy most hozzunk segítséget, ha ők megtalálnak ott bennünket, akkor ma nem vagyunk itt. Az Istennek még terve volt velünk. Nagyon nehéz napok következtek ezután. Eltemettük őket. Nagyanyámat, meg a sógorbácsit a családi kriptába, ott Baracson. Nem volt koporsó, mert csak Dunaföldvárról lehetett volna hozatni, de nem volt mivel. Úgyhogy egy ács ládákat eszkabált. Abba beleraktuk még a megmaradt ágyneműt. És abba fektettük őket. Nagyanyámat elsirattam még ott, amikor ott voltak a házban. Nem tudtam neki virágot adni, mert sehol virág nem volt. Életemben először akkor csókoltam meg halottat. De nekem ő él, most is él. Eljött a március 15-e, 14-én fogtam a kezembe a zászlót, de nem tűztek. Nem raktam ki a zászlót. És az évtizedeken át nekem egy olyan mérhetetlen fájdalom volt, hogy aki engem annyira szeretett. És szinte ez volt az utolsó kívánsága. Nem teljesítettem. Nem mondtam el a nemzeti dalt. Mert féltem. Nagyon